Útfelvételi eljárásban milyen szakokra lehet jelentkezni? Hát attól függ, hogy milyen képzési terület érdekel, mert vannak ugye alapképzési szakok, osztatlan tanári szakok, nem tudom, hogy mire szeretnél, tehát hogy inkább tanár szeretnél lenni, vagy természettudomány érdekel, vagy... Természettudományon belül. A pótfelvételiről akár személyesen is lehet érdeklődni az egyetemen, de a diákok tudják, hogy a felvi.hu-n minden információhoz hozzájuthatnak, így az ügyeiket inkább online intézik. Sőt, pótfelvételire jelentkezni csak elektronikusan lehet. Az intézményünk csaknem minden képzési területén hirdet pótfelvételit, azok számára, akik önköltséges formában vállalni tudják azt, hogy részt vesznek majd a képzéseinkben, úgyhogy várunk szeretettel mindenkit. Az, hogy mennyien pótfelvételiznek az egyetemekre, csak augusztus 15-e után derül ki, majd a pótfelvételi eljárásban augusztus 25-én a ponthatárokat is nyilvánosságra hozzák. Akik bejutnak, vállalják, hogy önköltséges módon finanszírozzák tanulmányaikat. A Nyíregyházi Egyetemen 32 osztatlan tanári szakra, 40 alapszakra és felsőoktatási szakképzésre, 30 szakirányú továbbképzésre és 36 mesterképzési szakképzettségre lehet pótjelentkezést beadni. A múlt héten a ponthatár kihirdetése után a 16. évi felvételi eljárásban a Nyíregyházi Egyetemre 1250 hallgató nyert felvételt. A tavalyi évhez képest azzal összevetésben ez mintegy 10%-os növekedést jelent az intézményünk számára, ami örvendetes, hogy az állami finanszírozott képzésben résztvevő hallgatók száma növekedett. Különösen nagy öröm számunkra az, hogy a tanárképzésben egy jelentős növekedést tapasztalható, mintegy 74%-kal tudtunk több hallgatót fölvenni az osztatlan tanárképzésre. Országos szinten 7-9 ezer diák kerülhet még be a felsőoktatásba.